Molnár Zoltán színművész, Szeretnék néha visszajönni című verseszállításával lépett a közönség elé tegnap este a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület színpadán, majd beszélgetéssel folytatódott a találkozások az Úri utcában rendezvénysorozat programja. Ma este arról fogunk beszélgetni, hogy az anyaország miként tudja segíteni a külhoni magyarokat, mit jelent a jelenlegi nemzetpolitika, amelyet a mostani kormányzat vezet, hogyan változott meg ez a politika 2004-hez képest, amikor egy óriási trauma érte a külhoni magyarságot, hiszen akkor nem adták meg nekünk a kettős állampolgárságot. Az est vendége Szili Katalina magyar országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki megbízott volt, aki a külhoni magyarság helyzetéről beszélgetett a nagybecskerekiekkel. Az itteni autonóm tartomány jól érzékelteti azt, hogy lehet itt Közép-Kelet-Európában is autonómiát, önigazgatást megteremteni, úgyhogy egy széleskörű kulturális autonómiával a kultúra, az oktatás, a tradíciók megőrzése területén támogatásokkal lehetséges és intézményrendszer fenntartásával biztosítani azt, ami az identitás, az önazonosság megőrzését jelenti. A találkozások az Úri utcában rendezvénysorozat nagy érdeklődést váltott ki a nagybecskerekiek körében. Nem csak ez a Covid helyzet, hanem az utóbbi időben az elvándorlások is, meg az egész helyzet azért eléggé rányomta bélyegét a nagybecskerekiek mindennapjaira, és hát ebből szeretnénk valahogy a becskerekieket fölrázni, és hogy ismét összehozni őket is. A rendezvénysorozatot Klemm József újságíró, Heinermann Péter könyvtáros, Lébhaft Pál karikaturista, dr. Németh Ferenc történész és Vencel Valentin színész hívta életre. Ők mindannyian nagybecskerekről elszármazott polgárok.